Bálint, újra te vagy a K1000 méter magyar bajnoka. Olimpia után vagyunk. Mennyire tudtál lenyugodni az olimpiát követően, mennyire tudtál erre a versenyre fókuszálni? Egy pár nappal a magyar bajnokság előtt tudtam igazából újból úgy készülni, ahogy szoktam, vagyis egy versenyre méltóan készültem. Az elmúlt napokban, nyilván ahogy vége volt az olimpiának, elég nagy volt a forgatag, és nem volt időm foglalkozni a testemmel, nyújtani, mobilizációs gyakorlatok, edzeni. De hát ugye a világbajnokság lesz a legfontosabb, ott ugye 1000 méter egyesbe indulok, és hát holnap lesz egy nagyon izgalmas napunk, 500 párosba rajthoz állunk Erdősi Csabival, és arra készültem az elmúlt napokban igazából, úgyhogy holnapra szeretném majd a jó formát hozni igazából, még jobbat, mint most. Szükség lesz rá, hiszen jó mezőny lesz holnap. Mennyit vett most ki belőled ez az 1000 méter? Elég simán nyertél, nem nagyon volt itt kérdés. Mennyit adtál ki magadból? Nem adtam ki sokat magamból, hiszen ugye holnapi napra készülök. Ez volt egy olyan 85%-os százalékban olyan erősségű volt az 1000 méter, ez arra jó volt, hogy bemelegítsem a testet a holnapi napra, és megindítsam a keringést. Várom a holnapi napot is, igaz Csabival csak most ültünk össze az elmúlt 3 napban, úgyhogy nekem most szoknom kell a technikáját, ugye, meg én ülök most is hátul, és ez volt most így a jobb nekünk. Megpróbáltuk azt is, hogy én ülök erőt, de akkor döltünk, így nem dőlök, hogy én ülök hátul, viszont más a Csabinak a technikája, mint a Bencének. Kicsit sajnálom, hogy most nem tudtam vele menni, hiszen már én tényleg megkedveltem azt a párost, és tökre komfortosan éreztem az egészet. Na nem baj, hát ez erről szól. Rakjunk ki jó csapatokat, és legyen egy jó viadal holnap. Legyen így, akkor sok sikert holnapra. Köszönöm.